Csókai Mór, melyiket a kilenc közül? Élt régen egy szegény csizmadia, aki mesterségéből sehogy sem tudott meggazdagodni. Azért nem tudott, tudnélik, sehogy sem gazdagsághoz jutni János mester, mert az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben született neki egy gyermeke. Hol egy fiú, hol egy leány, s az olyan egészséges volt, mint a mak. Ó, én Uram Istenem, sóhajtott fel gyakran János mester minden újabb számnál. Amidőn lőn 6, lőn 7, lőn 8. Mikor lesz már e hosszú sor után punktum? Egyszer aztán eljöve a 9. gyermek, meghalt az asszony, s itt volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő, mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé, mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig az egész szoba ágy. Egy karácsony este János mester későn ért haza a nagy szaladgálásból. Mindenféle kész munkákat vitt haza. No, gyerekek, mind itt vagytok? Kérdezte János mester, mikor hazaért 9 fejű családja körébe. Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje? Ünnepám ez, ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak, hát még ha megtanítalak benneteket, arra nagyon szép énekre, amit én tudok. Erre a napra tartogattam karácsonyi ajándéknak. János mester elkezdte azt a nagyon szép éneket. Krisztus Urunknak áldott születésén, s az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a 9 egyszerre zengedezi azt a nagyon szép éneket. Bizonyára a gyermekek énekének örülnek odafenn a mennyben, de annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazdag nőtelen úr lakik, akinek se felesége, se gyermeke, de van annyi pénze, hogy maga sem tudja mennyi. Ez a gazdag úr éppen unatkozott, mikor elkezdett hozzá zengeni János mester szállásáról az a nagyon szép ének. Először ráhagyta, hogy majd vége szakad, de amikor már 10-szerre is újra kezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Összemorzsolta kialudt szivarát, s elindult hálóköpenybe János mester szállására. Azok már épp végezték a verset, mikor benyitott hozzájuk. Kend János mester a csizmadja, ugye? Kérdezte tőle a gazdag úr. Igenis, szolgálatára felséges uram. Netán parancsolna egy pár fénymázas topánkát? Nem azért jöttem, de sok gyermeke van Kennek. Van ám, van itt kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog. Még több száj, mikor énekelnek. Hallja, Kend! Én Kendet szerencsés emberré akarom tenni. Adja ide nekem az egyik gyermekét, s én azt fiammá fogadom. János mester szörnyű szemeket meresztett a mondásra. Nagy szó volt az egyik gyermekét urrá tenni. Kinek ne verne szeget a fejébe? Persze, hogy odaadja, hogy ne adná. Nagy szerencse ám ez. No, válasszon egyet közülük, aztán menjünk. János mester hozzáfogott a válogatáshoz. Ez a Sándorka. No, ezt nem adom, ez jól tanul, ennek papnak kell lennie. A második. Ez leány, leány nem kell a nagyságos úrnak. A harmadik. Ez itt a Ferencke, ez már segít a mesterségben, hová lennék nélküle? A kis János. Lám, lám, ez meg a nevemre lett keresztelve, nem adhatom oda. Ez a kis Józsi. Ez pedig teljesen az anyja formája, minthogyha csak őt látnám. Ez ne lenne többet a háznál? A következő megint leány, ez semmi.
Ez pedig a Palika. Ez volt az anyja legkedvesebbje. Megfordulna az asszony a koporsójába, ha ezt idegennek adnám. Ez a kettő meg még túl kicsiny, mit kezdene velük a nagyságos úr? Már úgy számlált, hogy a végére ért, de csak nem tudott választani. Aztán alulról kezdte felfelé, de akkor is az lett a vége, hogy ő bizony nem tudja eldönteni, melyiket adja oda. Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet! Kérjen tőlem akármit a világon, de gyermekemet nem adhatom senkinek, ha már az Úristen adta őket. Azt mondta rá a gazdag úr, hogy ő lássa, de legalább csak annyit tegyenek meg a kedvéért, hogy ne énekeljenek a gyermekeivel, s fogadja el ezt az 1000 pengőt az áldozatért. János mester nem, még csak kimondva se hallotta ezt a szót. 1000 pengő, és most a markába nyomva érzi. Maga János mester hallgatva járkált föl és alá a szobában. Aztán leült a tőkéhez szabni. Addig szabott, addig faragott, míg azon nem vette észre magát, hogy elkezdett dúdolni. Krisztus urunknak áldott születésén. Először a szájára csapott, azután megharagudott, kirúgta maga alól a széket, kinyitotta a dobozkát, kivette az 1000 pengőt, s elkezdett szaladni föl a nagyságos úrhoz. Ó, kedves nagyságos uram, instálom alásan, vegye vissza az 1000 pengőt, hadd ne legyen ennyim, hadd énekeljek akkor, amikor nekem tetszik, mert az többet ér 1000 pengőnél. Azzal János mester lerakta az asztalra az 1000 pengőt, s szaladt vissza az övéhez. Sorba csókolta az összeset. Sorba állította őket orgona síp gyanánt. És elkezdték újra tiszta szívükből zengedezni. Krisztus urunknak áldott születésén!